Sok szeretettel köszöntöm a Nexus Televízió hűséges nézőit. Önök a politika társadalom közélet rovatunkat látják, melyben mai vendégem, dr. Horkovics Kovács János, régi kedves barátom, aki nemrégiben Törökországban járt, és arról faggatjuk, hogy vajon mit tapasztalt Törökországban. János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk, hogy elfogadtad a meghívást, és veled is felavatjuk a Nexus Televízió új stúdióját. Hát először is ehhez a stúdióhoz gratulálok, mert látom, hogy egy komoly tím dolgozik veled együtt, és tényleg szépen alakul itt a berendezéstől kezdve minden. A törökországi útról rengeteget lehetne most beszélni, ugyanis 6000 kilométert tettünk meg Törökországban. Én ugyan voltam Törökországban kb. 20 évvel ezelőtt, tehát az a kontraszt, amit most láttam, az, az leírhatatlan. Ugye abból a 6000 kilométerből 2000 kilométert repülőgéppel tettünk meg. Először megérkeztünk Budapestől Isztambulban, majd onnan egész a Kaukázus északai lankáig repültünk. Az volt, a, az volt, az első olyan megállás, ahonnan aztán már csak busszal mentünk tovább. A busszal való visszatérés az volt összesen 4000 km. És ezzel a 4000 kilométer alatt keresztül kasul bejártuk Törökországot. Legalábbis Törökországnak minden olyan részét, ahol valami emlékhelyet lehetett látni, akár vár, akár bazilika, akár templomok, akár mecsetek, szóval az égvilágon, ami, ami számít Törökországban, azt nekünk megmutatták. Majd, bocsánat, erről majd azért később, mert hogy mi volt az, milyen apropóból utaztatok, és milyen emlékhelyeket keresetek, tehát a török emlékhelyeket, vagy talán a, a, a olyan emlékhelyeket, amelyek a, a mi emlékezetünkben is meg kellene, hogy legyenek, jegyezve legyenek, de először talán arról, hogy hogy milyenek a török emberek, mi a Törökországnak a fő jellemzői, tehát hogy hogy néz ki ez az ország, mert hogy nem sokat tudunk róla hát, akik nem jártak Törökországban, vagy akik jártak hát, azok. Amikor is... Mi gyakorlatilag Szárazföldöt értünk, azol Kaukázusnak az északi része. Azon a területen e, egyre több kurddal találkoztunk, tehát gyakorlatilag az első benyomás ott az ottani emberekkel többé-kevésbé kurdokkal történt. És ugye,. E, van egy olyan könyv, ahol leírják, hogy a vad keresztül, hát én ebből a vadságból semmit nem tapasztaltam, borzasztó kedves emberek voltak, és mi, mi ottan úgy jelentünk meg az utcákon, hogy ilyen régi szkita ruhákat vettünk magunkra, elől egy aranynyal ki, ki, hímezett hímezet. hímezet, turulmadár volt rajtam, gyönyörű aran díszítéseket a ruhámon. A Pócs Alfred barátom, akivel ugye közösen mentünk erre az útra, rajta egy ős magyar e, ruha volt rajta, e, olyan csizma volt rajta, aminek 4000 négyezer éves múltja van. Már nem az ő csizmájának, de amiből az újra volt készítve, ez egy négyezer éves csizma volt, azon kívül süveges e, fejfedő, e, ez, a, e, ez a tarsolylemez, tehát nagyon-nagyon impozánsan nézett ki, és hogyha este kimentünk a városba, a útnak a programját követően, hát mi egy olyan feltűnést okoztunk a városban, hogy gyakorlatilag 5 méterenként leállítottak minket az emberek, <laughs> hogy most honnan a csodában jöttünk ki, ilyen, ilyen ruhákkal. És ugye nagyon kevesen tudják azt, hogy nekünk a kordokhoz, kordokhoz, is van egy bizonyos közünk. Hisz bizonyára azért, hogyha mondom, hogy a a, a népvándorlás közben kerültek itt olyan népeket, akiket úgy hívtak, hogy kürtgyarmat. És abból a kürt, azok a kurdok. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar nébe is van egy pici-pici százalék, ami minket a kurdokhoz köt. Na most a magyarok ezt nyilván nem tudják, de a kurdok se tudtak erről semmit, és hát ugye, amikor a kurdokkal kezdtünk beszélgetni, akkor, akkor én ezt mindig kihangsúlyoztam, hogy mi egy olyan nép vagyunk, akinek van hozzátok közel, és akkor nekik ezt a dolgot elmeséltem és olyan boldogok volt, de te szabályosan boldogok voltak, ugye egy olyan népről van szó, aki 30 millió emberből áll, és nincs hát hazájuk. Tehát gyakorlatilag bármelyik országot nézed, ott mindenhol csihű pühúj van irányukban, és borzasztó szimpatikus volt nekik az, hogy valaki fölvállalja az ő nemzetükkel való rokonsági fonalakat. Hát ettől aztán a kurdoknál minden ajtó nyílt, iszonyatosan kedvesek, nagyon barátságosak voltak, és hát olyan élményeink vannak velek többek között, hogy azt hiszem az Erzurum nevezetű városban volt. A városok azok gyönyörűek. Most nem csak a kur területen, az egész Törökország területén. Ott egy olyan óriási változás történik, hogy az szinte elképzelhetetlen. Most annélkül, hogy folytatnám itt a, ennek a keleti területnek a jellemzését, <kül> Gondolják el, hogy Törökországban 20 év alatt 30 ezer kilométer autópályát építettek. 30, 30 ezer, ezer km. kilométer autópályát építettek. Én Törökországban az egész út alatt egyetlen egy helyet se láttam, ahol javítás lett volna az utakon. Mind gyönyörű első osztályú autópályában. De úgy vannak az hát autópályák. Nem csoda, bocsánat, ne haragudj, hát nem a magyar fővállalkozásban készültek valószínűleg ez a Bizonyára nem, nyilvánvalóan. Tehát nem lehetett látni útjavítást, minden tökéletesen néz ki, de úgy kell ezt elképzelni, hogy az utolsó faluig, közvetlen a falu határáig, mindenhol odaér az autópály, autópály tehát elképzelheted hogy mi történik. 30 ezer kilométer, kilométer még, ezen még rágódok egy kicsit, mert ezt fel kell dolgozni. Igen. Na most én mondom azért tovább. A törökök felépítettek Boszporuszon három ilyen, Pontonos híd, nem pontonos, hanem ilyen függő hidat, amiből körülbelül másfél kilométer hosszúak ezek a hidak, hármat. Azon kívül fölépítettek egy autópályát 100 méterrel a tenger alatt, ami a két kontinens összeköti egymással. Emellett olyan kórházakat építettek föl, és ez nem egy helyen lehetett látni, hanem a olyan városkában, ahol 2-300 ezer ember lakik, ott már ilyen kórház látható. Úgy kell elképzelni, mintha három parlamentet tennék egymás mellé, tehát gyakorlatilag egy, majdnem hogy egy kilométer hosszúságú épület, 10-15 méter magasságban, és a legmodernebb berendezéssel levő kórházak vannak. Tehát amit ott zajlik, az, 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 egy teljesen futurisztikus dolog, ami, mi, ami után mi csak álmodozni tudnánk. Emellett ugye Törökországra azt is lehet tudni, hogy nekik is volt egy trianonjuk, amit nem sikerült véghez vinni. Ugye a törökök, a, vagy a törökök, a franciák, az angolok, az oroszok is próbálták szétdarabolni, de aztán a szerencsére nekik volt egy atyatürkük, akik ez, aki ezt megakadályozta. Hát fel is osztották az országot, a, a legnagyobb veszteség volt, tehát 90%-át elvitték a, 90 igen, százalékát a, a török, a török hazafiak, meg az Atatürk segítségével felszabadították a hazájukat. Tehát nem fogadták el ezt a nem döntést, és el. két évig küzdöttek, háborúztak, és kénytelenek voltak és egy ez új. Ez a, ez a dolog, ez, ez belegondoltam abba, hogy amikor Magyarországon 1920-ban hazajött értek a, ugye a frontokról a magyar hadsereg, az összesen 1,2 millió katona volt. Bizony. És akkor itt voltak azok az emberek, ha mindenki tudja, hogy kik voltak azok, akik hazaküldték a magyar katonákat, Le, és lefegyverészt engedték lefegyverészt azt, ki. hogy minden irányból megszállják a hazánkat. Sőt, fizettek ha, azért, hogy ne fegyverezzünk egymással. Ha a annak idején az, 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 az 1,2 millió magyar katona talpra áll, úgy nem mindenkit, hogy csak úgy bűzlött volna utánuk. Pontosan. Nem lett volna trianon. Csak hát ezeknek köszönhetjük, akik ugyan magyarul nyelven beszélnek, de megszállva tartják a hazánkat, ezeknek köszönhetjük ezt a hazacsonkítást. Száz évet híran után filmet, aki még nem látta, akkor itt megragadjuk a lehetőséget és a kedves néző figyelmét, hogy ha valaki még nem látta, akkor a YouTube csatornánkon is meg több helyen meg tudja találni, feltétlen nézzék meg. Akik látták, azok azt mondják, hogy minden magyarnak látni kellene ezt a filmet. Éjjjön. Na most ez, ezt körben azért hozom föl, mert a 19. század és a 20. század elején, ugye 1900-as évekről beszélünk, Törökországban élt 10 millió török. Száz évvel később 85 millióan élnek ott. Tehát ebből lehetne látni, lehet azt látni, hogy a Magyarországot nem csonkítják meg, és egy ugyanilyen társadalompolitikai politikai fejlődésen megy keresztül, mint mondjuk most Törökország, akkor Magyarország is most lehetne 80 milliós nép. Hát de 30-40 biztosan. Biztos, de most az mit, az mit jelent, hogy a mi népünket olyan mértékben károsították, hogy 50-60 millió magyar nem tudott megszületni. Tehát itt egy népirtázalik, ezen az úton is lehet látni. Na, az érdek, azért is mesélem ezt el, mert a Törökországban én nem láttam öreg épületet. Nagyon kevés olyan falvacskát láttam, ahol esetleg egy Paraszt, régi parasztházat lehetne látni, ilyenet alig lehet látni. A legkisebb településen is már modern, 1-2-3-4 emeletes hát panelházak vagy társasházak voltak. Tehát ott ilyen öreg viskókat nem lehetett látni. Tehát azt lehet mondani, hogy abban a 85 milliós népből legalább 60-70 millió török úgy él, hogy új lakást kapott. Tehát ők 20 év alatt 60-70 millió lakást építettek meg a törökök. Jé. Tehát elképzelheted, ami zajlik. Törökországban nem láttam olyan várost, ahol nem 4 cm-es fű lenne, mindenhol gyönyörűen levágva, és mindenhol szépen öntözve. Tehát ott kiszáradt fűterületet nem láttam. Én nem láttam papírdarabot az utakon. Olyan tiszta Törökország, hogy ez hihetetlen. Na most, ezt úgy bevezetőnek, de különben még egy, ami még a politikai jellegét illeti. Törökország fejébe vett egy olyan dolgot, hogy egyesíteni akarja az összes türk népet. Na most ebbe beletartozik Kirgizisztán, Üzbegisztán, lehetnek követni, kb. 250-300 millió népről van szó, amit a Törökország egyesíteni akar. Tehát ja, nekik gyakorlatilag az a víziójuk, hogy többé-kevésbé az oszmán birodalmat helyre fogják állítani. Na most emellett a törökök elkezdték gyártani a világ legmodernabb harci repülőgépeit. Elkezdték az űrprogramot a törökök. Saját szatellitrendszert építenek ki most Törökországban. NATO-nak a második legmodernebb hadseregével rendelkeznek a törökök. Bizony. Következő dolog az, hogy ki akarnak lépni a NATO-ból, és csatlakoznak a BRICS államokhoz, hiszen a, a kérvényt a BRICS államok csatlakozva már megtörtént. És a BRICS államoknak a, az ezidei tagjai örömmel fogadják Törökországot. Na most ez Európának, illetve a NATO-nak, ez egy olyan szemendőfés lesz, hogy hihetetlen, hát most gondoljuk el, a második legerősebb hadserege a NATO-nak, és az át fog szépen állni a BRICS oldalára. Emellett a, a BRICS államok elindítják az aranyfedezetű pénznek a kibocsátását. Ugye ezek közé tartozik Szaudarábia is, aki biztosította az amerikai petrodollárnak a, a fedezetét. Korábban, igen, igen, igen. és ebben az évben ez a szerződés lejárt, és a szaudiak szintén beadták a kérvényt a BRICS államoknak a csatlakozásához. Ettől a pillanattól kezdve az amerikai dollár mögött nem lesz az égvilágon semmi. És ezt most heteken belül elindítják az aranyfedezetű pénznek a kibocsátását. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a tél, télbe állta elett, Amerika úgy áll, hogy van egy papír darab, meg semmi fedezete nincs. Ez mivel fog járni? Az Egyesült Államok, Európa, és sajnos mi is gazdaságilag össze fogunk rogyanni, hisz a pénzünknek semmi, semmi értéke hát, nem lesz. Igen, ja, hát, itt van még egy ok azért, amiért az amerikai a uh, Deep State, a háttérhatalom, vagy az Amerikát irányító titkos urak társasága, erőlteti ezeket a háborúkat, ezeket a konfrontációkat, mert hogy az a fegyverbiznisz... Amerikai gazdaság mindig a fegyverbiznisz tartotta Így van, fel, és hogy az van az ez óriási gigabevétel, meg hát ugye erőlteti a Big pharma is, a, az újabb járványokkal, vírusokkal, de erről hogy egy másik műsorban beszélünk, de ezt tessék bekalkulálni, hogy ezek a háborúk nem véletlenül vannak, éve. és e, e, hogy a hamas meg a, a hogy hogy kapnak ott fegyvereket, Szóval ezt te kutassuk, no, mind a Mindegy, ez nem is akarom itt tovább nagyon ragozni. Azt lehet látni, hogy itt a közép-kelet-európa, hát gyakorlatilag az ázsiának a nyugati oldalán itt egy új hatalmi monumentum alakul ki, és valószínűleg sikerrel is fog járni. Mert ami ott zajlik, az, az döbbenetes. Nem régen hallottam kb. egy hete egy hírt a német sajtóban, hogy mondják, hogy a törökök Németországból egyre jobban Kezdenek hazafelé tendálni, eladják a Németországban levő házukat, stb., és költöznek vissza Törökországba. Mert lassúcskán megéri nekik Németországot elhadni, és hazamenni hazájukba. Jaj, ez nagyon izgalmas, ez nagyon érdekes kérdés. Hát azok a törökök, akik 30-40 évvel ezelőtt Én. elkezdtek Németországban is ingáztak, vendégmunkásokat voltak, küldték haza a kis pénzüket, ott vendéglőt nyitottak egy egyébként. Egyébként ők szorgalmas nép? Abszolút. Tehát ott dolgoztak, abszolút. És, és abszolút jól működött a dolog. Ők most látva azt, hogy a németeket hogy tönkretették Németországot, a németországot elkezdenek hazafele menni. Betönkre Németország, I, igen. ugye itt olyan borzasztó állapotok van, nem igaz? A törökök ezt megelégelték, és hát egyre többen mennek vissza a hazájukba. Érdekes dolgok zajlanak itt háttérben. Na maradjunk Törökországban. Ugye Törökországban, Kelet-Törökországban mi elkerültünk azokra a helyekre is, ami már a Mezopotániához tartozik. Tehát ott volt a Mezopotánia, a Tigris és az Eufrat folyó között, Mind a két folyóban hajókirándulást is csináltunk, volt közöttünk, aki a Tigrisben is, meg az Eufratban fürdött is, tehát közvetlen élménye van ezek a tavak, a folyókkal kapcsolatban. Számomra megdöbbentő volt, hogy mit csoda hatalmas folyók ezek. Nem gondoltam volna, hogy például a Tigris 40 méter mély folyó, és hatalmas nagy, tehát ez nem olyan egy, egy kis csermely, hanem ez egy közel 200 méter széles folyó, ami 40 méter mély és hömpölyök benne a víz, tiszta a víz. Tehát döbbenetes dolog. Azt tudni kell, hogy Törökországnak a, a keleti egynegyed, legalább egynegyed, az valamikor örményeknek a területe volt. És ott vannak a legnagyobb örményvárosoknak a romjaik. Ezek a romja, romok vannak közöttük, akik több mint ezer évesek. Tehát például voltunk egy, egy ilyen romvárosba, úgy hívják, hogy Ani, az közvetlen az Örmény határ mellett van, közvetlen a városnak a, a szélénél van egy mély, mély kanyon, aminek a, aljában folyik egy kis patak, vagy kis folyócska, és a kanyonnak a másik oldalon már Örményországot lehet látni. Na most, <hül> ugye itt ezek, a, ezek a, ez a város, ennek egy olyan iszonyatos nagy várrendszere van, olyan hatalmas várfalakkal, bazilikákkal, templomokkal, tehát ez, ez még Örmény volt ez a terület, az, az a bazilika, amit ott láttam, ugye az több mint, ezer, ez több mint ezer éves épület, talán 1500 éves, pontosan nem tudom. De az, hogy a keresztények ezeken a helyeken ilyen hatalmas épületeket építettek a, a Jézusnak a tiszteletére, vagy a keresztény vallás tiszteletére, ez, ez rádöbbentett arra, hogy a Jézusnak gyakorlatilag ennek a keresztény vallásnak, ennek a szeretet vallásnak milyen hihetetlen hatása lehet annak idején az emberekre. Mert hogyha nem lett volna ez, akkor miért építettek volna ilyen gigantikus épületet ennek a tiszteletére. Tehát így jött döbbentem Igen. rád ennek a keresztény vallásnak micsoda ereje volt abban az időben. Ezt most már nem lehet látni, mert itt a keresztény templomaik kiürülnek. De más volt az a keresztény, ami ott volt. Itt nálunk judai keresztény van, ott még tiszta kereszténység volt. Ég és volt a kettő. Tehát ez egy nagyon érdekes megállapítás volt. Ebben a kanyonban különben, ugye ez egy nagyon mély kanyon, meredek sziklafalakkal mind a két irányban, és ezekben a falakban lakások voltak belevésve. Tehát egy csomó ilyen szikla lakást lehetett látni, elég hosszú sorban a kanyon falaiban. Ez is egy nagyon izgalmas dolog volt. Később még voltunk ilyen városban, ahol 16, 16 emelet mélységben voltak bevésett lakás, ez egy komplet város volt a föld alá beépítve, ebből a 16 emeletből csak 6 volt nyitva a turisták előtt, de ez is egy, ez is egy hihetetlen élmény, mert ugye most könnyű ottan közlekedni, mert ezek, a, ezek az alagutak ki vannak világítva. De ezekben az alagutokban, ugye bemegy az ember egy ilyen alagutba, jobbra-balra össze-vissza vannak különböző termek, ottan állatokat tartottak, gabonát tartottak, húst tartottak, iskolák voltak, templom volt belül, komplett város, de ezekben a városokban rengeteg vakfolyosó volt. Tehát, hogyha ezt a város valaki megtámadta, úgy el tudod tévedni, hogy az életébe nem került onnan ki. Mert hogyha bekal, be, mondjuk egy idegen hadsereg, ellenséges hadsereg bekerül egy ilyen városba, véletlenül bekerül egy olyan folyosóra, ahol, ahol nincs tovább de oda, mikor oda jutott, akkor a folyosó közepén részen belegördítettek egy több tonnás követ, és ettől már le volt zárva a vissza, járat. Tehát hihetetlen volt az ottan kitalálva. Emellett több ilyen város is volt egymás mellett, 5-10 kilométeres távolságban, és ezek egymás között kapcsolatban voltak. Tehát mindig meg volt, adott volt a menekülési útszakasz. És ezek ugye, ezek több ezer éves városok. Hogy a csodába tudták az emberek ezt megépíteni a sziklákban, az számomra elképzelhetetlen. De, De voltam Urukban, um, Ura, bocsánat, ez már mezopotániai terület, ott voltam egy olyan uh, hegyen levő uh, várban, ahol volt egy olyan öreg török bácsi, aki még folyékonyan olvasta az ékírást. És le is, le is filmeztük, így folyékonyan olvassa az ékírást. És volt ott két olyan oszlop, aminek a falai olyan simán voltak lecsiszolva, ezek három, legalább három ezer éves oszlopok voltak, hogy a oszlopokon egy karcolás nem lehetett látni, teljesen sima, mint a sejem. És ezekbe volt benne belevésve az ékírás. De most az ékírásokban egy karcolás nem volt. Tehát én nem tudom elképzelni ezt a technikát, most csak úgy tudnánk megcsinálni, hogy lézerrel kivágjuk bele a betűket, de hogy hogy csinálták ők, nem tudom. De ugyanúgy nézett ki, mint hogy a lézerrel lenne kivágva belé az ékírás. Teljesen hihetetlen volt. Na aztán mit láttunk még? Ahogy mentünk lefelé délre, ugye a, a közép, a földközi tengernek az irányába, ott megint megváltozott a vegetáció. Ameddig a két tenger közötti része mentünk, ottan nagyon-nagyon úgy nézett ki, hogy ki lenne száradva a vidék. Tehát a a dombos vidéken sehol se lehetett látni fákat. Rengeteg domb, rengeteg hegy, de kopaszok. De mit csinálnak a törökök? Ezeket a dombokat ben befásítják. Óriási területeket lehet látni, méterenként bele volt téve egy kis csermely, nem csermely, kis fácska. Ezek nyilván olyan fák voltak, akik jobban tűrik a szárazságot ezek a fák megnőnek, és ott teljesen meg fog változni a, a, a klíma klíme. is. Abszolút, igen, igen. hát újra, az út újra igen. élesztik Törökországot. Ugye a régi időkben a törökök meg az ott levő népek, meg különböző népek éltek. Ott ugye faépületeket építettek, hajókat építettek, tehát rengeteg fát gyakorlatilag kipusztítottak, de a török hatóság ezt mind-mind-mind teszi helyre. Csodálatos. És nem csak ilyen dolgokat tesz helyre. A régi történelmi várakat, a mert még a keresztény templomokat is a törökök újraépítik. De nem hagyják egy romformájában, hanem szépen visszaépítik az eredeti formájában. Csodálatos, ami ott történik. Csodálatos. Találtatok Skita -e helyeket is, vagy emlékhelyeket? Hát most a, amennyiben, ős, a, a, a... amennyiben a törököket Skita nép közé soroljuk, és joggal tudjuk oda közéjük sorolni, akkor igen. Ugyanis a Törökországban ugye több történelmi időn keresztül mentünk át. Voltak a régi szkita idők, voltak a örményidők, idők, ottan a keresztény dolgok maradtak meg. Aztán ugye ott voltak görögök, ott voltak aztán a törökök, ugye a bizánci birodalom is. Ezek a területek, különösen a Törökország keleti részén, itt folyamatosan változott a hatalmi státusz. És mindig az, amelyik éppen uralkodó státuszban volt, az úgy alakította a a templomoknak a kinézését, a vároknak a kinézését. Tehát láttunk olyan templomokat, ahol eredetileg egy keresztény építkezés volt, majd jött a török korszak, ráépítettek rá egy mecsetet, szal. ilyen, ilyen kever dolgokat sokat lehetett látni. Na aztán ugyanek az útnak az eredeti célja az volt, hogy mi elmenjünk a Nimrod hegyre. De most ez, ez, ez gyakorlatilag egy zarándokút út volt, ami, ami tele volt tűzdelve, ilyen helytörténeti ismeret anyaggal. A Nimrud-hegy, az gondolják el, kedves nézőink, az egy 2200 méter magas hegy. Oda följutni, még busszal se volt egyszerű. Na most följutottunk a hegy tetejére, ilyen hosszú-hosszú szerpentines úton, sok-sok hegyen keresztül, és ennek a hegynek a tetején fölépítettek egy piramist. Tehát még a hetetején külön van egy piramis ráépítve. Hatalmas piramis. És a piramisnak a két oldalán, nyugatra meg keletre, föl vannak sorakozva ezek a szobrok. Nimrud, a felesége Enech, a két fia, Hunor és Magyar, és mellette a Turulmadár, meg az oroszlán. Aha. És ez a szoborcsoport, mind a, a piramisnak mind a két oldalán ott van. A, a keleti oldalán ezek a szobrok nagyobbak, a nyugati oldalán kisebbek. Na most ez azért. Mi 33-an voltunk, egy török idegenvezetővel, akinek egy párkányi magyar felesége van, meg velünk volt Gondos Béla, aki ismeri egy, egy könyv terjesztő, de nagyon-nagyon mélyen belásta magát az ilyen történelmi dolgokba, hihetetlen tudással rendelkezik. Tehát ők vezették a csoportot. Na most fölértünk erre a hegyre, hát nem, tudjam, nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, ez a 33 ember, az egy olyan lelki állapoton ment keresztül, ami nehezen leírható. Ott éreztük a, az ősi, ősi, őseinek a megérintését. Ugye a Nimrud volt az első magyar király. Ezt tudom, hogy soknak ki fogja verni a biztosító. A világ első királya rá. Így van, van. de hát most én a magyarokról beszélek. Hisz ott a két fia, Hunor és magyar. Igen. Ugye a, a törökök ezt a hegyet ugye a Nimrud királynak hívják, de az ott levő szoborokat másképp. Leírják, hogy Zeus, meg a Zeusnak a felesége. Csak hát ugye a törököknek is el kéne gondolkozni. Miért adnak ne adnak ezeknek görög istenneveket. Hisz a hunor és magyarnak a fején skita sapka van, skita ruha van. Hát az égvilágon semmi közük a görögökhöz. Ugye? Ott van a turulmadár, ott van a, a oroszlány. Ezek a régi uralkodóknak a szimbólumjai voltak. Ugye el kell menni Visegrádra, ott van a Esztergámi Oroszlános, és lehet látni a királyi székhelyen, oroszlán volt a jelzés. Na itt ugyanán oroszlánt lehet látni. Meg aztán, hogyha már ezt a hegyet Nimrud hegynek hívják, akkor miért lenne ott Zeus? Tehát <laughs> logikai hibák vannak az egészben, mindegy, ezt a törökökre lehet adni, majd esetleg valamikor majd rájönnek, hogy hibáznak ebbe a dologba, de minket ez a hely hihetetlenül lelkileg megérintett. Olyan gyönyörű imák, olyan gyönyörű fohászok zajlottak itt el a Nimrud szobor előtt, hát bár csak beteljesülne, amit, amit ott, elhangzott. Elhiszem, elhiszem. Tudom, gondolom, el Mindenről történt. történt fényképezés, vannak filmek erről. Hát legalább tízezer fénykép született ezen gondolom. az úton. Hogy ez majd sikerül rendszerbe hozni, majd meglátjuk, nekem ezzel nincs időm, de van, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy talán sikerül majd összeállítani. Na ez volt a Nimrud hegy. De mi mindig a kur területen voltunk, elmentünk arra a helyre, ahol a Noének a bárkája van. Ugye érdekes ez a dolog, mert lehet látni a földben egy szabályos hajó lenyomatot, ahol más a föld, más a vegetáció, tehát hogyha az ember ezt fölülről nézi, teljesen egyértelműen lehet látni a hajónak a helyét. Hát ez is egy megrázó érmény volt. Magasan a hegyek között voltunk, mert ugye a a tet, majdnem hogy a hegy ott állt meg ez a hajó. Kurterület. terület. Mindenki kurd volt, akik, akikkel ott találkoztunk. A hegynek a kb. 400 méter a hajó lenyomató volt egy ilyen kis épület, egy kis kocsmával talán, nem tudom, talán annak lehet nevezni. Ültek ott a kurdok, és hát, nyilván mindenki azonnal megkérdezte, hogy honnan jöttünk, mert az, az emberek kedvesek egymástól, és érdeklődőek. Mindjárt ott az ember, hogyha megjelenik egy közép európai azonnal látja, hogy ez valahonnan másra jött, hogy ez nem közé tartozik, tehát mondtuk, magyarok vagyunk. Ó, magyarisztán! Azonnal akár a kurdokkal beszéltünk, akár a törökökkel, az első dolog, ami felvetődött, ott testvérek vagyunk. De ezt mind a kettő mondta. Na most volt ott a kurdok között egy fiatal ember, aki sokáig ért Németországba, tehát folyékonyan tudtam vele beszélgetni, és én mondtam neki, hogy hát körgyarmat az nálunk is volt, tehát a kurdokhoz van közünk. Na hát ez aztán ölelés, barátság. János, ezt, ezt hoz, az előbb is hozzá akartad, amikor az elején említetted a, a kurdokat, hogy. hogy. Ősi mezopotániai népkülönben. Hogy nem jobban járnánk azzal, hogyha mondjuk ha már egyszer itt vendégmunkások jönnek ide Magyarországra, ilyen Bájer Zsoltok szervezésében, akkor hogyha nem filippinókat hozdának, meg nem kínaiakat hozdának, hanem akkor inkább a rokon népek közül mondjuk... Elsősorban az újgurukat Az új, Igen, én is ezt akartam, az akik szintén között megszállás alatt vannak, Egy gyarmatosítva vannak, és kínai megszállás alatt vannak, úgyhogy ez... 49 óta. Hát az igazság, igazság, hogyha lenne nemzeti politikájának az országnak, akkor a rokon népek segítségével úgy meg lehetne erősíteni azt a Kárpát-Merencét, ahogy Csuhaj. Hallom, én nem voltam még kazasztánban, de te tudom, hogy voltál ott is, és egy, a, 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 egy hatalmas emlékedélményed van onnét. Ugyanígy, hogy a, hogy fogadták a magyarságodat, a magyarokat, hogy tényleg azért nekünk Ázsiában a, nagyon sok rokon népünk van. Hát több millió, e, És hogyha ha nem. na. Nem az egyik, most majdnem csúnyát mondtam, hogy mit csinálunk a kínaiakkal, hogy, hogyha nem, nem megint olyan urat választanánk magunknak, aki csak kifosz bennünket, meg aki csak kihasznál bennünket és gyarmatosít, hanem a testvérnépekkel erősítenénk a kapcsolatot, a szövetséget, akkor hát azért egy gondold el, egy 300-400 milliós néptömeget, hát az, az gazdaság és politikai hatalom és középhatalom világszinten is ezt, azt nem már tudni a kedves nézőknek, hogy például az Attilának a fogalma majdnem az egész ázsiai területen az egy, megegyezik az Isten fogalmával. Tehát olyan hihetetlen becsben és tiszteletben tartják az Attilának az emlékét, hogy az Istensége lehet egy, egy, egy szintre hozni. És azért az, az ázsiai népek mindenki tudja, hogy Attila magyar király volt. Tehát, hogyha Attila szó, szóba jön, akkor mindjárt a hát Attila aszociál... Hun volt, és amikor Magyarországról beszélek, akkor Hungáriáról beszélek. Van, hát, szóval. Tehát velünk azonosítják Attilát. És ezzel en, kapcsolatban hát, döbbenetes élményeim voltak, például éppen Kazaksztánban, de most éppen nem Kazaksztánról beszélünk, Igen. hanem Törökországban. De Törökország, török Törökország ugyanez a helyzet. Tehát mikor a török városokban voltunk, és ott ugye megjelentünk ezekkel a a ruháinkkal, nem tudom, el tudja valaki képzelni, hogy kitesszük a szállodába az utcára a lábunkat, és öt méterenként szólítanak meg az emberek, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk, milyen ez a ruha rajtunk, és akkor elmondjunk, ja, Magyarisztán azonnal, testvér, barát, stb. Lépésről lépésre ezt éltük át. Tehát ez egy, az egy, Leírhatatlan érzés, hogy akárhova lépsz, azonnal testvérként fogadnak, és ez ki is fejezik, tehát nem csak úgy, hogy jó, testvér, oké, oda jönnek, meghívnak, átölelnek, tehát eszmehetlen. Sem hívtak Eszme. meg időnként egy-egy kupicára, hogy akkor bár... Kupicára nem. Törökországra érdekes, hogy nem lehet alkoholt kapni a városokban az utcánkon. Sör nagyon nehéz hozzáférni, pálinkát végképp nem. Nagyon, nagyon, nehezen tudtunk találni olyan üzletet, ahol esetleg sört találjunk. Most gondolják el a kedves nézők, hogy 40 fok volt általában a Törökország területen, ahol mentünk. Tehát mi estére eléggé ki voltunk szikkadva, mert ugye a, a menetelés az úgy, hogy mindig csináltunk 200 kilométert, utána 2-3 kiló, vagy 10, 5 kilométert sétáltunk, ameddig feljutunk a várra, vagy akár hova, mentünk. Hát estére igen csak ki voltunk szikkadva. És akkor mit lehet? Mindenki a sört kereste, mert ugye egy, egy vízzel nem fogod igazán csitítani a szomjadat. Hát nem volt könnyű. A szállodákban volt sör, de mondjuk a városokban szerezni az nem volt könnyű. Volt Ez állami a... politika, vagy ilyen tilalom Állami politika, moszlimoknak tilos az alkoholfogyasztás. Aha. Ja, moszlimok. Ugye, ameddig a kelet törökországi részekben voltunk, ott azért rengeteg olyan nőt lehet látni, aki azért keményen be van fátyolozva, burka csodar, meg minden a csoda rajta volt, de ettől függetlenül az ember azt hinné, hogy ezek a nők, ezek megközelíthetetlenek. Nem így van. Olyan kedvesen láltak velünk beszélgetni, hogyha megszólítottuk őket, hogy én magam lepődtem meg. Hát itt abszolút nincs ilyen 5 méter távolság. Egy dolgot tapasztaltunk, egy, az megint egy várba volt, ahol volt egy egy kurd, illetve egy török csoport, amik barátságban együtt voltak valamit megnézni, és akkor ők mindjárt megkérdik, mi kik vagyunk. Mondunk magyarok vagyunk. Na ottan mindenki burkába volt, és én mondtam, hát testvéreink vagytok, ahogy beszélgettünk, mondom, bennünk annyi szeretet van irántatok, legszívesebben megölelnénk titeket, de hát tudom, hogy a nőket nem szabad megölelni, mert ugye nekik tilos keresztényel kezet fogni, kezet se szabad fogni de mondom, vannak köztünk lányok, és azok majd a mi lányaink titeket meg fognak örülni a mi, mi, nevünkben is. Azonnal, azonnal, erre, azonnal készen álltak. Nagyon aranyosak voltak különben. Hát voltunk olyan várakba, olyan török várakba például, ahol még viszonylag jó, viszonylag épülten álltak a termek a váron belül, és akkor ott voltak háremek, ott voltak a Janicsároknak a területei, ott voltak a, a palota őrök, meg szóval mindennek külön-külön szobája. Hát ez is egy nagy élmény volt, mert azért teljesen más kultúra, nem? Igen. Tehát igen. döbbenetes dolgokat látunk. Na aztán jöttünk visszafelé. Ugye a, a, a déli tengerpart, ugye a, a földközi tengernél ott viszont te, megint buja természet, megint más. Tömve van pálmafával, és hozzá a buja a természet. Ugye az északi területen ott olyan, olyan, mint hogy Erdélyben lenne az ember, buja erdőkkel, magas hegyekkel, vizesésekkel, tavakkal, tehát egész más. Itt a déli részén, ahol aztán jöttünk visszafelé, már nyugat felé, voltunk például Pamukkale-ban. Ugye Pamukale, azt el tudják képzelni a magyarok is, hogy körülbelül hogy néz ki. eger van egy ilyen termálfürdő, ahol kicsapódik a kalcium, fehérre válnak, a hegynek a felülete fehérre válik a sok kalcium és akkor ilyen kis ciszternár alakulnak ki. Na most a törökök ezt úgy oldották meg, hogy magát ezt a fantasztikus látványosságot, az a, a turisták számára van nyitva, nyilván a török is bemehet, de ott fizetni kell a látványosságért. Igen ám, de a törökök megoldották azt, hogy azért ezből a, ez a látványosság, meg ezek a termálfürdők legyenek a török számára is ingyen hozzáférhető. Tehát a városban, ami Pamuka mellett van, megcsinálták még egyszer ugyanazt a török belvárosban, ami ingyenes. És ezek a kis ciszternák, vagy kis medencék körül tele van különböző éttermekkel, bárokkal, meg stb. És ott, ezek ezen a helyen este, amikor már a bazárok bezárnak, oda jön a török fiatalság, és ottan a társasági élet zajlik ezeken a helyeken. Fantasztikus élmény. Na mindegy, mentünk tovább, nyugat felé. Elker, elker, el, eljutottunk például. Uh, uh, Efe, nem Efezus, vagy Efezus? Azt hiszem, lehet, hogy Efezus. Ez egy, ez egy régi történelmi hely, ahol uh, megmaradtak a régi amfiteáterok, ugyan óriási várrendszer van ottan, uh, megmaradtak ezek a, a római időkből való amfiteátorok ahol színházat mutattak be, állatokkal verekedés, meg, meg a, 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 ezek a rabszolgákat egymásnak engedték, hogy hívták, ezek? Gladiátorok. Gladiátorok, így van. De hát ott is olyan hatalmas épületeket lát az ember, hogy el se tudja képzelni, hogy hogy tudták az 1000 vagy 2000 évvel megépíteni. Hihetetlen. Nem volt daru. Hát a most. kövek úgy állnak egymás mellett, hogy nem tudsz egy papír beletenni a két kő közé. Tehát úgy volt lecsiszolva, mintha lézerrel vágták volna. Um, tehát ez, ez, ez felfoghatatlan, hogy miket, miket Miken megy itt át az ember. Nagyon fontos, hogy egy ilyen utazást az ember úgy szervezze meg, hogy egy, egy helyi ismerettséggel rendelkező ember vezesse őt. Mert az ember nem találja ezeket a dolgokat meg. Lehet, hogy egy térképen Tud egy pár dolgot megtalálni, de hogy ilyen töményen lásson ilyen dolgokat, az egy helyi vezető kell, aki, aki ismeri Törökországot. Szóval, erről lett. Na, aztán mentünk tovább nyugatra, ami, hát ugye gyakorlatilag minden helyen megnéztük a várat, a bazilikát, a mecsetet, meg stb. Ez gyakorlatilag hasonlítanak is egymáshoz ezek a várfalak, mert ugye ezek a régi várok, azok gyakorlatilag azonos mintával voltak felépítve, 10-20 méteres várfal, benne nagy épületek, ennek az épületeknek egy jó része még most is áll, tehát nem volt olyan szintű, volt, ahol volt nagy rombolás, de nem mindenhol. És amellett ugye a törökök ezt mind hozzák rendbe. Tehát megpróbálják visszaépíteni, ahogy ez valamikor kinézett. Miért nem volt török dúlás. A török Gyula, De ott, ott, a törökök között ugye a bizánciak, a, ugye a görögök, a törökökkel, az örményekkel, hát. a perzsákkal. Volt ott elég háború, tehát ott a perzsák is ott keményen, meg a mongolok is voltak erre felé, tehát itt volt mindenféle. Na minden esetre eljutottunk egész a Rodostóig. Na. És ez már minden magyarnak mond valamit, mert ugye a Rákóczi szerencsétlen ott érte el az életének egy jó részét. Az egy, az egy nagyon szép kis épület, nagyon megható volt számunkra, mert mentünk az épületbe, és mindenhol a magyar zászlók, a rákócintak ott van a családfája, fölrajzolva a, fán, a falon. Emlék, hát mi minden volt ott, zászlókból nagyon sok volt, ugye rengeteg magyar turista, aki ott jön, akkor még ott ők is hadnak ott valamit a rákócinak a megemlékezése szempontjából, mi is hadtunk, hadtunk ott egy gyönyörű szép zászlót, ami föl van feszítve most a bejárati ajtó fölött. Meg aztán a Rákóczival, abban az időben közösen harcoló más hadvezéreknek is ott vannak emlékművel. Tehát ez egy nagyon szép, komplex emlékmű az egész. Különben az az egész város területke, az ki volt adva, vagy oda volt ajándékozva annak idején a Rákóczi és a ő, ő követői között, szóval egy Aha. kis több épületből levő területről van szó. Az is nagyon szép volt. Ott volt egy török ember, aki most már talán 30 vagy 40 éve őrzi, őrzi ezt a épületet. Olyan tiszta, olyan választékos magyarsággal mutatta nekünk be az egészet, hogy le a kalappal. Itt török. És ő ott, Törökországban tanult meg magyarul. Tehát döbbenetes, döbbenetes volt. Nagyon kedves volt. Na, aztán mit néztünk még meg? Ugye az út, útnak a végén Megérkeztünk Isztambulba. Mert ugye az első nap, amikor odaértünk, csak a repülőgépen volt, repülőtéren volt, de azonnal mentünk a igen, kelet felé menő repülőgépig tovább. De itt most Isztambulba két napig voltunk. Hát ami, ami Törökországban megint csak megrázó élmény, az, az a Szofiának a megtekintése. A az, Sophia, igen. az egy olyan gigantikus épület. A főkupulának átmérő az átmérőhez 27 méter. Őrület és az, hogy az áll, és nem, nem, esik össze, hát na, az is egy természeti csoda. Mert ez óriási. Maga az épület is belülről óriási. Ugye az Erdogán elindította azt, hogy ezt újra mecsetként használják, mert sokáig múzeumként dolgozott. Az angolok nem akarták megengedni, de az Erdogan azt mondja, hogy teszek nektek egy szívességet. Most én úgy döntöttem, hogy ebből újra mecset lett, mecset lett belőle. Miért ne lenne? Hát ez Isten hát imádati hely. Hát, igen. Um, alul valóban a mecsetként működik, de a fölössőbb emeletek, mert ugye vannak ilyen emeletrészek is benne, ott viszont rengeteg keresztény mozaik képet lehet látni a falvakon. Többek között ott van a bizáncsi császának a felesége, Piroska, Árpádházi Piroska. Gyönyörű mozaikkal tisztán lehet látni az Árpádházi királynőnek az arcát, meg az egész ruházatát. Na most, hogyha ez 1100-as évekről beszélünk, ha valaki azt mondja, hogy a magyarok nomádok voltak, mert ugye ezt tanítjuk az egyetemben, akkor nézzük meg ezer százból a magyar királynőnek a ruháját. Micsoda, micsoda ruha van ezen a nőn. Hát ez, ez, hihetetlen. Hát a nomád társadalom soha az életben nem lenne ilyen királynő. Ilyen ruhával, ilyen koronával. Meg miért venne egy bizánci császár magának egy nomád nőt feleségül? Hogy van. Tehát itt ugye sok olyan kérdés vetül föl, ami teljesen ellentmond annak, amit nekünk tanítanak. Csodálatos volt, csodálatos volt. Aztán ugye Isztambulban megnéztük a, a pasának a palotáját. Hát ez is egy mese. Annyi kincs egy helyen, hát ez hihetetlen. Gyönyörű termek. Én nem tudom hány mentünk keresztül, 20, 30, 40-en, nem tudom. Minden terem gyönyörűen berendezve. Olyan díszítés a falakon, hogy az ember csak ámul és bámul, hihetetlen. Tehát ez is egy nagy élmény volt. Aztán óriási élmény a isztambuli bazár. Az olyan hatalmas, hogy az ember, hogyha nem vigyáz, úgy eltéved a bazárban, hogy, hogy kerestetni kell őt, mert annyi, annyi út van keresztül kasú, és mindenhol iszonyosuk áruval, hogy az bámulatos. Én vettem onnan magamnak egy ilyen nagy török tálat, hát hogyha már először hozzám és ezt megnézed, fordult, az megnézett, fordulat, ez egy mese. Hogyne, és... hogyne, megyek, megyek. <laughs> Gyere, forrát, micsoda gyönyörű munka. Hát ez emlékből hoztam magamnak, mert gondoltam, miért ne díszítenem fel a lakásomat egy ilyen csodával. Hát gyakorlatilag ez volt a törvény, én nagyon sokat nem tudok erről beszélni, nem. Mert vagy, vagy leülök és beszélek estig, igen, értele, igen. és nincs vége, mert annyi mindenem mentünk keresztül. Ez mennyire így tartott ez az utazás? Ez egy három, hot, három hetes út volt. Három hét? Azért az komoly. Három hét, hát azért az hét komoly. én szerintem az, az már túl sok. Mert, mert gondoljátok el, hogy én minden nap... 4-5 kilométert rohanni, hegyel föl, hegyel le, vár ide, bazilika oda, mecset ide, mecset oda. Tehát ezek, ezek nem voltak, ez nem sétak alap volt, ez egy megterhelő utazás volt három héten keresztül. Viszont János, a kondidon erős változást látok. Sikerült hogy... Sikerül lefondom vagy ott kilót. Na, ugye. Na ugye, hogy egészségügyi túra is Igen, lehet ez. Ilyen jó volt, így, ez így igaz. De egy, ez egy életre szóló élmény volt. Én be is fogom hívni a Hun-televízióba azt az urat, aki minket vezetett, hisz ő párkányban lakik. Ugye a Pilicsnek át átmegyek csak Esztergom irányába, és már ott vagyok nála. Ő párkányba épített egy egy szállodát, végtelenül szimpatikus ember, és ö, ö, meg is beszéltem vele, hogyha most, ő most, mikor visszajöttünk Magyarországra, ő még egy csoportot vezetett végig ugyanezen az úton. Tehát csoda, hogy az ember mire, mire képes, mert azért nagyon megterhelők ezek az utak. Tehát, hogyha ezen a, ő, ezen a kiránduláson a végig van, akkor vissza fog jönni párkányba, akkor már csak a szállodájával fog foglalkozni most a téli hónapokban. Na most meg fogom őt hívni a Hun -televízióba, és őt is megkérem, hogy az ő oldaláról besélj el, hogy mit élt át velünk, és hogy mi volt ezzel kapcsolatban a tapasztalatén. János, nagyon, nagyon szépen köszönjük ezt az alapos beszámot, és tényleg, ahogy mondtad, látszik rajtad, hogy annyi élményed van, hogy ez akár estig tudnád folytatni. Biztos de én azt gondolom, hogy a nézők között is sokak kíváncsiságát felkeltetted, mert igen, sok, tudom, hogy népszerű kirándulási vagy milyen turisztikai hely Törökország, de alapvetően amit én az ismerősöktől tudok, azért mennek, mert jó szállodák vannak, és akkor ott egy ilyen wellness hétvége, vagy egy wellness hét, és akkor fürdés. De ez az élmény, amiről te ez egész más akkor nem is beszéltem, hogy ott van a Máriának, a Jézus édesanyjának a háza, ahol lakott Mária. Ezek, ezek, ezek de hát, mind döbbenetes élmények. A, arra gondoltam, hogy ha már itt van ez a párkányi úri ember, akivel majd úgy is fogsz beszélni, szerintem a nézőink zömében meg fog jelenni az a, az a vágy, hogy de jó lenne elmenni tényleg így két-három hétre Törökországba, és mindezeket az élményeket saját magunk is megszerezni. Szóval de nehogy, de az nehogy az... egy ilyen gondolat kísérlet legyen, hogy talán kellene ezt a Hun televíziónak, a Nexus televízió közösségének átadom a filmet neked, egy legyen, ilyen szervezés, hogy akkor rendszeresen menjünk a, 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 a rokon népeket megtekinteni, a, a, meg azt a csodát, amit a török gazdaság el tudott érni, ugye, amiről itt néma csend van. Hogy még azért mondjak egy, egy dolgot, amit még nem említem, és fontos, Voltunk Törökországban, magyar falvakban. Magyar? Magyar falvak. Vagy vagy magyar falvak? Ott ottan a, a, a török megszállás ideje után oda került magyarok, falvakat hoztak létre. Mai napig is mindenki magyarnak tartja magát. A személyazonosság, ott van a neve, és mögé van írva, hogy magyar. És ezeknek van egy gyönyörű szép temetőjük. Ebben a temetőben is voltunk. Egész speciális uh, sír. Hát nem, nem kopjafa van a sírokon, hanem kőből csinált kopjafa. Tehát kőből van kifaragva a kopjafa. És ilyen temető volt ottam. És mindenkire én, hogy magyar. Tehát ez is egy hihetetlen élmény volt ezen átmenni. És az emberek, akikkel beszélgetünk, olyan boldogan fényképezkedtek velük, mert magyarok között voltak. Mi adtunk nekik megint egy zászlót, egy magyar zászlót. Megható volt azt látni, hogy a falu igen. közössége, odajött a magyar zászló, mindenki ott jobbra-bara fényképezkedett vele. Megható dolgok ezek, és ezt át kell érni személyesen, hogy az ember lássa, hogy ennek mi a jelentősége. Nagyon szépen köszönöm, János, ahogy érzem, azért még lehet, hogy vissza is hív a szíved, vagy a lelked, lehet, hogy még újból teszel látogatást, akkor majd szólj el időben, mert akkor lehet, hogy elkísérlek. Még egy fontos dolog. Ezt muszáj elmondanom, a törököktől kaptam egy gyűrűt. Most nincs nálam, mert kicsit meg kell szélesítenem. Ez egy olyan gyűrű, aminek a felületén lehet látni egy embetűre emlékeztető valamit de nem embetű, mert, mert nem egy vonalból áll, hanem két egyenes vonal, és köztük egy ilyen V-betű. És ez a gyűrű állítólag azt jelenti, hogy téged elfogadunk a turáni népek családjába. Ez a jelentőség a gyűrűnek. Na, akkor biztos, hogy kell oda venned még. <laughs> János, akkor vajarné. már ne egy ilyen nagy busszal menjünk, egy kis busszal, és vigyük a stábot is, és mindezeket az élményeket vegyük fel, és mutassuk meg a kedves nézőknek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezt a, ezt a hatalmas élményt velünk. Nézzük. Nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezt az élményt velünk. Kedves nézőknek köszönöm a figyelmet. Nézzék továbbra is a Nexus televízió műsorait, tudják, mert jogunk van az igazsághoz, és jogunk van az egészséghez is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!